És körüljárja vala Jézus a városokat mind és a falvakat, tanítván azoknak zsinagógáiban, és hirdetvén az Isten országának evangéliumát, és gyógyítván mindenféle betegségeket és mindenféle erőtlenségeket a nép között. Valaki azért vallást tesz én rólam az emberek előtt, én is vallást teszek arról az én mennyei atyám előtt. Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom azt az én mennyei atyám előtt. Jöjjetek én hozzám, mindnyájan, kik megfáradtatok, és megterhelhettetek, és én megnyugosztlak titeket. Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd vagyok és alázatos szívű, és nyugalmat találtok a ti szellemeitekben. Mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű. Ettől fogva kezdi Jézus jelenteni az ő tanítványainak, hogy néki Jeruzsálembe kell menni, és sokat szenvedni a vénektől és a főpapoktól, és az írástudóktól, és megölettetni. De harmadnapon föltámad! Mikor ő még beszél vala velük, ímé fényes felhő borítává őket, és ímé szózat lőn a felhőkből, ezt mondván. Ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. Őt hallgassátok!